Parancsa népség! Hát én még ilyet sose láttam. Ezek állandóan vihognak. És a ruhájuktól meg egyenesen káprázik a szemem. És a hajuk? Hát borzalmas egy hajviselet. Elég kis termetűek, az is lehet, hogy gyerekek. Na, közelebbről is megnézem. Igaza van! Én más nem tudtok mondani, mint csak igaza van, igaza van! Igaza!
Nekem nem rossz a gyomrom, hanem üres. Ha nem sem.
soványok is valószínűleg nagyon éhesek. Az teljesen minden. Akkor is rongáltak és loptak. Az önök feladata a birodalom védelme. De nem harcolunk kiszolgáltatott gyermekek ellen, ez benne van az alkotmányban. Engedjék el őket. Igen. Lelépünk. Vigyázz, lépés, indulj! Balában a jobb után, balában a jobb után, jobbában a bal után, jobbában a bal után. Néhány szelet mézes kalács és puha ágyikó fáradt, szegény, elcsigázott gyermekek számára. Igen, persze. Ások.
érkezik a Bodé királynő. Királynőm, sürgősen össze kell hívni az államtanácsot. Rendkívüli helyzet alakult ki a birodalomban. Röviden tájékoztasson a kialakult helyzetről. Tegnap délután, 3:45-kor Bodé gyerekek fogták el a főhuvancot. Makkora este, 3:48-kor katonák haláztak 6 gyerekhuvancot. Tette, aljas és rémes, bizonyos, hogy mindenben ő a vétkes. Eladta népe alól a földet, a fákat, az erdőt, fejük fölül a háztetőket. Ponttalan lett, gyerekek kóporolnak, étlen szomja. 6 kis kubancot befogadta. Na de bölcs, Bodé, és ha holnap megint nagy gyerek jön, aztán megint és megint, lesz a Bodéknak elég vize, virág, a vetett ágya. Királynő, a patakok bővízűek, létjeinken virágok pompáznak. A mama Bodéknak anya szívük van. Főbűnös itt áll királynő előtt. Ő minden bajkozója. Vigyék a hegyi barlangba. Jöjjön! Bölcs Bodé, holnapra állítsa össze javaslatait a helyzet megoldására. Az államtanács egyetlen napi rendje lesz a gubanc kérdés. Segítség! Bye.
Atya, én voltam neki, amikor megszületett. Hogy telt az éjszaka? Nem sokat aludtam. A legkisebbik egész éjszaka sétogált, a játékpatiát kereste. Megígértem, hogy reggel körülnézünk a kertben. Biztosan itt vezetett fel valahol. Szegény gyerekek, ki tudja, milyen életük lehetett, míg ide nem tévedtek. Nézzétek, valaki van a kertvégében. Kisfiam, itt vagyok! Teljesen kimerült. Lázas. Csupa sebb. Mit rekedett a kezébe? Egy játékmackó. Nem ezt kereste a te kis gubancot? Hogy öleli? Az a sejtésem, hogy valami köze van hozzá. Segítsetek, a házamban viszem. Egyelőre ne szóljunk senkinek. A királyi nem örült a gyerekek felbukkanásának. A húgom, a testvérem. Őt én veszem magamhoz. Mielőtt az őrjárat ide nem ér. Gyerekek. Azt javaslom, hogy a két nőről ne szóljunk senkinek. Főleg a gyerekek előtt. Szegények, segítenünk kell. Rendben van, ha felgyógyultak, megtudjuk, mi történt, elviszik őket a királynőt. Nem haragudj, mi szeretünk téged. Na jól van, nagyon sok dolgom van ám.
Fél óra múlva összeül az államtanács. A gubanc kérdés lesz az egyetlen napi. És ott lehetünk? Miért is ne? Meg kell ismernetek a birodalom gondjait. Meg kell tanulnotok megoldani a problémákat. Egyszer belőletek is bölcsbodé lesz. Hurrá! Igen, a bölcsbodé! Egyetlen, amiből nincs több. Jobb volt, ezt körülbelül értem. És a napi rend? El tudnád mondani, hogyan telik egy nap? Thank you.
Bizonyára tartoztak valakihez. Lehet, hogy rosszaságból eljutani voltak. Sőt, az is lehet, hogy gonosz felnőttek használják őket alantas célokra. Nem tudom, mit jelent az, hogy alantas, de ők már a mi barátaim. Testvérünké fogadtuk őket! Örülök, hogy birodalmamban nemes szívű emberek élnek. De mindent tudnom kell ahhoz, hogy helyesen döntjük. Legfőbb feladatom, hogy népemnek béké és boldog életet biztosítsam. A békéről mi gondoskodunk? Tisztelt királynőm, sokra becsüljük megfontolt szavaidat. Javaslom, hallgass ki a főgubancot. Hallom, békén már! Állj egyenesen, nálunk nem szokás a hajbúgolás. Nézd a szememben, és mondd el, ki vagy, honnan jöttél, és mik a szándékaid. Emberek jöttek, eldöntött velmi, sok pénzzel egyen megvesztegetni. Oda lett a szever, oda lett a méz, megállt a szív, elhagyott az íz. Az összes fát kivágták, mind letarolták, aranyukat érte, nekem odaadták. A fiharán nincs oltam, nincs árnyék, nincsen falom, apa élet ajándék. Most már tudom, most már tudom, a népem éhezik, munkája sincsen, én pedig ületek a perérdek kincsen. Váratokban, szégyenben elbújdostam, ki segít az én nagy bajomban. A Bodé Birodalom államtanácsa előtt állsz. Válaszolj világosan a kérdéseimre. Ki vagy, honnan jöttél, mik a szándékaid? A nagy hegy tetején állt a gubancos gubancok birodalma. A férfiak az erdőben dolgoztak, a nők erdei gyümölcsök lekvárt főztek, gyógynövényeket gyűjtögettek. A gyerekek iskolába jártak, az ifjabbak távolabbi városokban tanulták a mesterséget, aztán hazatértek és családot alapítottak. Ez mind nagyon szép. Térj a lényegre! Magadról beszél. A gubanc birodalom élén állt a főgubanc. Ő irányította a birodalom életét. A főgubanc én vagyok. Nem úgy nézel ki, mint a birodalom első embere. Miért jöttél ide? Mit menekült vagyok. Csigavér gyermekem, én is az igazságot keresem. Meg is fogom találni. Ha nem akarja bevallani az igazságot, hívjuk a gyerekeket. Jaj. Hát az erdő az nagyon jól jövedelmezett. Évente 7 zsák arany volt a bevétel. Ebből 5 zsákkal a birodalmi pénztár kapott. Ebből építettük az iskolát, karban tartottuk az erdőjüket, a gépeket vásároltunk. És 2 zsákkal egyenlő mértékben a személyes kiadásokra szétosztottunk a családok között. És én, mint a birodalom feje, minden osztásnál kaptam plusz 30 aranyat. De ez sem volt elég, igaz? Emberek jöttek erdőt venni, sok pénzzel engem megvesztegetni. Oda lett a szeged, oda lett a kéz, megállt a szív, elhagyott az ész. Az összes fát kivágták, mind letarolták, aranyukat érte, nekem odaadták. Földön futóvá tetted a családokat, elvetted a gyerekek kenyerét, iskoláit, kiűzted az embereket az otthonukból. Erre nincs mentség. Zárjuk el! Menjen innen! Ne egye a mi kenyerünk!
Bár mélységesen elítéljük, amit tett, saját népének kell dönteni a sorsáról. Hívjuk ide a gubanc gyerekeket! A gyerekeknek nem az ítélkezés a feladatuk. Nekik nőniük kell, tanulniuk és játszaniuk. Majd eljön az ő idejük is. A helyzet nem túl egyszerű. A gubanc gyerekek itt maradnak. Nincs otthonuk, nem tudjuk, hol vannak a szüleik. Nem zavarhatjuk el őket a bizonytalanságba. Kérem a Bodé mamákat, viseljék gondjukat. Gyerekek, ti legyetek jó barátai. Főgubanc egyelőre a kertészetben fog dolgozni a Bodé katonák felügyeletével. A végső döntést megfogjuk. Az államtanácsot határozatlan időre berekeztem. Mindenki legnemesebb szándéka és legjobb tudása szerint végezze a feladatot. Nem akarok kertészkedni! Nem akarok kertészkedni!
élet, pedig a rétes nagyon jó. Pedig a rétes nagyon jó. Mi a szomorkodás tárgya? Jelentést kérek! Elszínes úrnak jelentem! Hazavárjunk! Örmester a Rambón fiacskám! Na és hol van az a haza? Hát ráér az a haza! Megvár az a haza! Sereg a tóvíze, menjetek úszni! Nincs jobb, mint a lubickolás! Nem tudunk úszni! Hát az meg hogy lehet? Akkor a legfőbb ideje, hogy megtanítok. Sorakozó! Három! Egy! Aki nem lép egyszerre! Aki nem lép egyszerre! Nem kap kétes testére! Nem kap kétes testére! Pedig a létes nagyon jó! Pedig a létes nagyon jó! Nagyon szereti a virágokat, gondoltam meglepem egy magam szedte bokrétával. Látom, ő is édesem van. Meg fogja érteni a kubanc mamát történetét. Nem tudom, hogy jól tesszük-e hálmányokat. Mit csukdolóznak, kedveseim? Arról beszélgettünk éppen, hogy vajon hogyan tudja összeegyeztetni Bodiország irányítását és az anyaságot. Nagyon filozófikus hangulatban vannak. Természetesen nem egyszerű, de azért választott a királynőnek, hogy ilyen feladatokkal is megnyit hozzá. Na, mi aztán jól felsültünk? Milyen kevén! Nem hiszem, hogy megszállnálunk van az anyámat. Ne ítéljük elvonalkodottan. Őszintén el kell mondanunk, hogy mi is tettünk. Nem sokáig elköztöthetünk. Úgy is fel is velme. Meg aztán itt van a kisfiam, már alig várom, hogy a karjaimban tartsam. Még a lebukástól sem félek. De legalább tudod, hogy én és biztonságban van. De hol van az én drága Bubanc Gergő? Még fél éve sincs, hogy a felesége lettem. Aztán az az átok főbubanc nem csak az erdőt adta el, hanem a fiatal férfiakat is. Mama!
sem kéken, sem hital. A férfiak a teste kikötözték, a nőket egy istálóba zárták. Jaj, kegyelem, királynő, kegyelem! Jaj, szegény fejemnek, hát én nagyon megbántam, amit tettem. Bocsássatok meg! Nem bocsájtunk! Nem bocsájtunk! Rendet kérek, mérlegeltem a súlyos helyzetet. Úgy döntöttem, hogy befogadjuk a gubanc mamákat is. Fő gubanc, a te dolgod lesz, hogy végleges otthon teremts nekik. Kérlek, gondoskodj otthonukról és ellátásukról. Micsoda? Ti nem fogadjátok el az ajánlatomat? Itt mindenki boldog, senki nem éhezik, mindenkinek van tető a fejében. Nektek ez nem elég? Bocsáss meg, szép királyom! Minden nagyon szép! Mindenki kedves, jó szívű, finom az étel, puha az ágy. Meleg a tóvíze. Hát akkor? Mi itt mindig vendégek lennénk. Itt minden jó, de nem az az otthon. Menjünk haza! Maradjatok csendben! Gondolkodjunk! Főgubac, te szemérre kincset kaptál a rablóktól! Te nem tudom, hogy hová ástam! Javasló, királynő, kapjon a főgubac egy refli kenyeret, egy korsó vizet, ameddig tart a kenyér és a víz, találja meg a kincset! És ha elfogyott és nem találja meg? Az az ő baja. Bölcsbodét, köszönöm a jó tanácsot, így legyen. Tehát akkor mi lesz a kincsemmel? Tiedet? Téged magad, az a fény, ezért a szegények, akiket földön futóvá tettél. Vegyünk rajta új hazát! Hazát nem lehet csak úgy eladni és venni. Fákat viszont igen. Újra kell telepíteni az erdőt, ültetni a fákat, építeni a házat. Az akár gyorsan nő, ültessenek akár fákat. Jó, mérgyelő, két mér családot tartok a mérgyelőt. Én ribizom egy szedre, mának vagyok a mérgyelőt. Szerintünk elültetni! Kérünk engedjét csatlakozni! Ti fontosabb feladatot tartok. Kutassátok fel a férfiak tartózkodási helyét. Főgubanc, ásnyújt. A feltételeket hidolt. A vendégeink készüljenek az útra. Azt mondjuk, csomagoljatok. Sárga királyom, mindig sárga, sárga királyom, aki a szív.